Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg azt az evangéliumi igét, amelyet keddi áhítatomra választottam, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 14. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Jézus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Ez az ige hirdetés alapigéje. Kedves testvéreim, akkor, amikor az adventi sorozatunkat összeállítottam, akkor már előre láttam, hogy ezek az igék nem olyan léleksimogató adventi igék. Nem az adventi hangulatot emelik ki. De hát mindenki tudja, aki követte a sorozatot, hogy elsősorban Jézusnak olyan szavait választottam az adventünkre, amelyben a ha szócskával kezdődik, hogy így figyeljünk ebben a bizonytalan világban, amelyben annyi a ha arra, hogy Jézus is egyfajta bátorító jelleggel, egyfajta buzdító jelleggel vezet bennünket a bizonytalanságok útján és a döntések felé. Ha szerettek engem, így kezdődik az igénk. Pap gyerekként nőttem fel a szocializmusban. Először talán a burokból kikerülve az iskolában tapasztalhattam azt, hogy sokak számára karácsony csupán a szeretet ünnepe. Én kikerekedett szemekkel figyeltem az osztálytársaimat, főleg a pedagógusokat, akik arról beszéltek, hogy karácsony a szeretet ünnepe. Mi nem ezt tanultuk. Mi nem így ünnepeltük karácsonyt. Otthon, a családi közösségben és a gyülekezetben mindig Jézus születésére gondoltunk. Akkor megmukkanni sem mertem még. Kisiskolás voltam. Később azonban, amikor már vitatkozni is mertem osztálytársaimmal, vagy éppen pedagógusaimmal, akkor elmertem mondani, hogy igen, a szeretet ünnepe karácsony, de nem az emberi szeretet ünnepe csupán, hanem az Isten szeretetének a megnyilvánulása, az Isten szeretetének az ünnepe. A materialista világ szerette leegyszerűsíteni a dolgokat. Engem még csúfoltak is, hogy milyen idealista vagy. Kis tag osztálytársaim a gimnáziumban sokszor a fejemhez vágták. Ők pedig, mondhatnám azt, ideológiai nyomásra, Szent Miklós jóságából egyszerű mesebeli Mikulást faragtak, és az Isten szeretetének az ünnepéből, karácsonyból pedig egyszerűen az emberi szeretet, az ajándékozás ünnepét kreálták. Karácsony a szeretet ünnepe hangzott nagyon hangsúlyosan. De tegyük mi hozzá, igen, karácsony az isteni szeretet ünnepe, és Jézus mégis ebben az igében arra hív, hogy erre a szeretetre reflektáljunk, válaszoljunk. Advent nagyon jó alkalom arra, hogy egyfajta önvizsgálattal, Isten előtt való megállással végig gondoljuk, hogy vajon milyen a mi szeretetünk, és végig gondoljuk azt, hogy vajon milyen az Isten vagy Krisztus iránti szeretetünk. A mai igékben Jézus arra hívja fel a tanítványai figyelmét, hogy az ő szeretetük engedelmességben realizálódhat. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. És a Krisztusnak való engedelmesség révén olyan ajándékot készít nekünk az Isten, amelyet föl sem foghatunk. Így is fogalmazhatnánk, a tanítványok szeretetén múlik minden. Hú, ez a mondat kicsit merészre sikeredett. A tanítványok szeretetén múlik minden.
Ez nem valami jól hangzik. Egyrészt azért nem hangzik jól, mert mi evangélikusok, az evangélium alapján tájékozódó keresztények azt szoktuk hangsúlyosan tenni, hogy nem az ember, hanem az Isten a kiinduló pont. Nem mi teszünk a jóért, és nem rajtunk múlik minden. Nem mi teszünk az üdvért, és nem rajtunk múlik minden, hanem Isten tesz, Isten cselekszik, sőt, már megtett értünk mindent. Másrészt azért nem hangzik jól ez a mondat, mert ismerjük a saját szeretetünket, szívünket. És látjuk azt is, hogy az emberi szeretetünkre mennyi folt tapad. Nem tökéletes a mi szeretetünk, nem teljes a mi szeretetünk. Mindig van, ami megcsorbítja a mi szeretetünket. Olykor az önértek, máskor a számítás és az érzelgőség, de van, amikor a kényelmesség foltja tapad rá, vagy a materializálódás foltja. Nem tökéletes tehát a szeretetünk. Tehát, hogyha a szeretetünkön múlna minden, akkor bizony egészen rosszul állnánk. De tényleg ezt jelenti ez a havval kezdődő mondat? Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és akkor mindent megkaptok. Valóban a mi szeretetünkön múlik minden. Először eszembe jutott egy nagyon egyszerű kis történet. Valamilyen missziós kiadványban olvastam évekkel, vagy talán évtizedekkel ezelőtt. Ez a történet arról szól, hogy egy kis gyermeknek közeledett a születésnapja, és nagyon vágyakozott valamilyen ajándék után, méghozzá egy kerékpár után. De az édesapjának, szüleinek csak azt merte mondani, hogy tudván ismerve a lehetőségeket, meg nem is volt egészen bátor, hogy milyen jó lenne, hogyha kapna egy használt biciklit, valami olyasmi, amit már mások levetettek, de ő még mindig tudna rajta száguldozni az udvaron. Látta, hogy túlságosan nagy kérés lenne a szüleitől az, hogy újat kérjen. De ahogy közeledett a születésnapja, egyre türelmetlenebb lett, nem tudta, hogy az apa mit válaszol az ő kérdésére, hogyan reflektál az ő kérésére, és ahogy közeledett a születésnapja, egyre inkább türelmetlenül, nyugtalanul, olykor toporzékolva nyaggatta a szüleit, hogy kapjon már végre egy használt biciklit. Amikor a születésnapja előestéjén az apja már nem bírta kezelni a fia nyafogását, akkor csupán annyit mondott a fiának: fiam, menj ki a sufniba. És ő kiment a sufniba, és ott a fél homályban, az üres fáskamrában valami csillant. És akkor látta, hogy a születésnapi ajándéka már oda van készítve, egy vadonat új kerék. Nem egy használt, amit ő gondolta, nem egy lestrapált, hanem sokkal értékesebb, egy gyönyörű, szépen, újonnan csillogó kerékpár. Menj ki a sufniba. A fiú először nem értette, hogy miért kell neki kimennie. Még arra is gondolhatott, hogy talán büntetésből, hogy ő ilyen türelmetlen volt, de nem. Az apa ajándéka ott volt elrejtve, és így találhatott rá arra az igazi nagy ajándékra, amit az apa számára elkészített. A vadonat új, csillogó, értékes ajándékra. Gondoljuk csak végig, hogy ebben a történetben kin múlik minden. A türelmetlenül kérő gyermeken, aki oda mert azért állni a szülei elé és kérni mert, aki szerette annyira a szüleit, hogy kérni mert tőlük, vagy valaki máson. Bár a fiúnak voltak elképzelései és kérései, és bár voltak ígérgetései is, hogy ő milyen jó lesz, ha megkapja az ajándékot, az apa igazi jóságát
csak akkor fedezhette fel, amikor engedelmeskedett a szavának, s kiment a sufniba. Nem az engedelmesség szülte az ajándékot, hanem az apa jósága. Az engedelmesség csak felfedeztette a fiúval az apa nagy lelkűségét, ajándékozó szeretetét. Hát bizony, sokszor talán mi is így vagyunk az Istennel. Ha szeretjük őt, akkor engedelmeskedünk neki. Engedelmeskedünk, hallgatunk a szavára. Még akkor is, ha olyan értelmetlennek tűnik, mint az apa szava, hogy menj ki a sufniba. Ha engedelmeskedünk neki, mert a szeretet révén engedelmeskedünk, akkor felfedezhetjük, hogy a kegyelem ajándékát ő már elkészítette számunkra. Nekünk csak a szeretetünkből fakadó engedelmesség által fel kell fedeznünk, hogy itt van az ajándék, hogy megkaptuk az ajándékot, hogy megajándékozottak vagyunk. Elkészítette Isten nekünk az üdvösséget. Vagy ahogy a mai útmutató igében olvashattuk, erős szabadítót támasztott nekünk. Elkészítette számunkra az üdvösséget. Erős szabadítót támasztott nekünk. Vagy ahogy Jézus mondja, a pártfogót készítette számunkra, küldi el számunkra, őt adja nekünk. Erős szabadítót készített nekünk, tehát Jézust adta értünk. Igen, abban a kicsin gyermekben, ott a jászolban fekvő gyenge gyermekben mi felfedezhetjük az erős szabadítót, és a másik pártfogó, mert az egyik pártfogó maga Jézus, a Szentlélek Isten. Tehát talán egy kicsit leegyszerűsítve így is mondhatnánk, Isten ajándéka az, hogy magát a háromság titkával, a Szent Háromsággal ajándékozza meg. Isten ajándéka Jézus és a bennünk munkálkodó lélek. Isten teljes ajándéka, hogy a háromság titkával szeret bennünket. Sokan ismerik Paul Jungnak a Viskó című könyvét, regényét, amelyben a Szent Háromság, az Atya, Fiú, Szentlélek valami egészen furcsa, számunkra szokatlan képpel jelenik meg, de ott is az író is több helyen nyomatékosítja azt, most nem szó szerint idézem, hogy az Isten azért háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, hogy megélje ebben a háromságban az igazi szeretetet. Ha egy lenne, akkor nem lenne benne a lehetőség a szeretet kirajzolódására. De az Atya szereti a Fiút, és a Fiú szereti az Atyát, és a lélek engedelmeskedik az Atyának. Az egy Isten háromságosságában van a szeretet teljessége. Ő bennük most az Isten igazi és elképzelhetetlen ajándékát fedezhetjük fel. Nem azért, mert megérdemeljük. Nem érdemeljük meg, hogy erős szabadítót támasszon nekünk. Nem. Ha valamit, akkor a büntetését érdemelnénk bűneink miatt, a fedését érdemelnénk engedetlenségünk miatt, és nem a bocsánatát, az ítéletét érdemelnénk, nem a szabadítását. És mégis hangzott az örömhír a betlehemi mezőn, üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus a Dávid városában. S lám, nem azért született üdvözítő, mert a pásztorok egyszerre fölpattantak a tábortűz mellől, és indultak vidáman Betlehembe, a barlang istálóba fölfedezni, hogy minden úgy történt, ahogy az Isten mondta. Nem azért született, mert a pásztorok felugrottak a tűz mellől, hanem azért ugrottak föl a tűz mellől, mert üdvözítő született nekik. A jászolhoz induló pásztorok fölismerték ott, Betlehemben, hogy milyen nagy ajándékot kaptak. És
És a pártfogót nem azért kapták a tanítványok, mert olyan engedelmesen a városban maradtak Jézus föltámadása után, hanem azért, mert Isten jól tudta, hogy nekik mire van szükségük. Hogy szükségük van arra, hogy pártfogóként mellettük legyen, mert különben a hit és az engedelmesség útján elesnének, vagy megfáradnának. Az Isten iránti szeretetünk tehát nem más, mint a megnyíló szemünk, amellyel azt látjuk meg, hogy Isten jót munkál nekünk. Nem kell, hogy másban megnyilvánuljon ez a szeretet, csak is az engedelmességben. Mert ő nem azt várja, mint ahogy az ószövetségi népe tette, hogy materializált ajándékokkal szeressük, mint a véres és füstölgő áldozat bemutatásával. Ő azt akarja, hogy a szívünk engedelmességével, az okos Isten tisztelettel szeressük. Az iránta való szeretet, az iránta való engedelmességben, az igazi bizalomban valósulhat meg, és az igazi bizalom szüli aztán meg azt, hogy egymást szeretni tudjuk. És most, amikor az adventi időszak vége felé közelítünk, egészen közel van már karácsony, ez lehet számunkra egyfajta ünnepre készítő ajándékká. Ha szeretjük őt, akkor engedelmes szívvel tekintünk rá, és ebből fakad aztán, hogy többet és jobbat látunk meg az ő végtelen irgalmából, mint amire számítottunk, és főleg amit megérdemeltünk volna. Többet és jobbat fedezhetünk föl még most is, amikor olyan szegényesen, a külsőségektől megfosztva fogjuk ünnepelni a karácsonyt. Megláthatjuk, hogy mindennek ellenére megajándékozottak vagyunk. Az igazi karácsonyi ajándék már készen vár. Na, nem a sufniban, hanem a barlangistálóban, úgy, hogy Isten kegyelme ott ragyog a kicsi, gyenge gyermekben. Nyíljon ki szívünk, nyíljon föl szemünk, legyen a szívünk a szeretetből fakadóan engedelmes, hogy az igazi karácsonyi ajándékot fölfedezhessük. Amen. Isten békesség, amely minden emberi értelmet meghalad, őrize meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus